A város múltjára, történelmi és kulturális örökségére támaszkodik Arad pályázata, amellyel megpróbálják elnyerni az Európa Kulturális Fővárosa címet 2021-ben. A cél elérése érdekében minden lakos részvételére számítanak. A nyitott eszmeiségre, a város múltjából fakadó hagyományok ápolására buzdít a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerését célzó aradi pályázat, amelyben fontos szerep jut majd a 18. század második felében épült Vauban típusú várnak és a Maros folyónak is. A pályázati anyag összeállításáért felelős egyesület nyilvános bemutatón ismertette elképzeléseit, hangsúlyozva, Arad méltó erre a címre, rendelkezik a megfelelő potenciállal. 30-40 ezer lelket számláló város 1913-ban képes volt felemelni egy kultúrpalotát, képes volt 4-5 év alatt egy új polgármesteri hivatalt felemelni, illetve egy új katedrálist, felismerje ezt a lehetőséget most is, és legyen merészsége, legyen bátorsága ahhoz, hogy ismét egy európai mintájú várossá váljon. Ehhez tudatosítani kell azt, hogy a pályázaton való részvétel fejlesztési lehetőséget kínál a városnak, kulturális élete nagyobb figyelmet kap. A legfontosabb mégis az, hogy összefogást generálhat. Mindenki bekapcsolódjon, független attól, hogy milyen politikai nézeteket vall, és független attól, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. A célunk az, hogy közösen, együttműködve egyesítse ez a pályázat a továbbiakban a várost, és egy nyerő pályázatot tudjunk letenni október 10-én. Arad mellett több hazai város is ringbe száll a kitüntető titulusért. Az elbírálás több fordulóban történik, és várhatóan 2016 közepéig eldől, hogy melyik település viseli majd az Európa Kulturális Fővárosa címet 2021-ben.